Hagyományos viseletbe öltözve mutatták be előadásukat a Hőgyészi Székelykör néptánc csoportjának tagjai Kétyán. A fiatalok egy mezőségi és egy bukovinai koreográfiával készültek a fesztivál zárónapjára. Nagyon jó a fesztivál, nagyon jó a szervezés. Szeretném megköszönni ezt a Magyarság házának, akik nagyon sokat tettek azért, hogy ez a rendezvény ilyen színvonalon valósulhasson meg. Nagyon sok néző van, hát egy kicsit beárnyékolta tegnap délután a menet táncunkat, a felvonulást, az időjárás, és kicsit sietni kellett a végén, ez a nem megszokott egyébként Bonyhádon. Az erdélyi Déva városából is érkeztek vendégek Kétyre. A bukovinai találkozások idején ugyanis régóta hagyomány, hogy az események főhelyszínéül szolgáló Bonyhád mellett a környező székelyek lakta falvak is megvendégelik a fellépő hagyományőrzőket. Déván a bukovinaiak az öt falu leszármazottjaiból majd mindegyikből van lakos. Azok 1910-ben telepedtek le Déván. És amit még megjegyezni szeretnék, azt, hogy már én se mai gyerek vagyok, a szüleim és a nagyszüleink alakították ezt a közösséget, templomot építettek, és mondom, 1910 óta ott vagyunk. Két minden alkalommal csatlakozik a bukovinai találkozásokhoz. A hőgyészi csoport évekkel ezelőtt már járt náluk, az Erdélyből érkezőket viszont most először látták vendégül. Mi is bukovinai székelyek vagyunk, a településünk zöme az Hadikfalváról került Bácskába, és onnan ide Kétyre. Egy összetartó közösség, habár most már a lakosságcsere nálunk is megindult, mint minden más településen, de ezeket a hagyományokat, ezeket mi még azért őrizzük. A kéti vendéglátás a kulturális produkciókat követően közös vacsorával ért véget.